Tehát mi a sámáti cikkekből olvasunk. A 35-ös sámátit fogjuk felolvasni. A közepéről olvasjuk a cikknek. A leckét a Kabala TV-n keresztül lehet követni. A kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Tehát 35-ös Samáti, az első fejezetnek a közepéről olvasik. Tehát senki nem tud az élet eleje és öröm nélkül élni, mivel ez a teremtés gyökeréből származik, amely a teremtő vágya volt, hogy ő jól cselekedjen a teremtményeivel. Ezért minden teremtménynek kivétel nélkül, itt minden teremtménynek igaz, hogy nem tud életerő és öröm nélkül élni. Ezért minden teremtménynek állandóan olyan helyet kell keresnie, ahol elérheti az örömet és a boldogságot. Azonban az öröm az háromszorosan ragadható meg a múltban, a jelenben és a jövőben. Bár a megszerzés, az öröm megszerzésének az elve az mindig a jelenben érvényesül, és bár látjuk, hogy az öröm megszerzése történhet a múltban és a jövőben is, ennek az az oka, hogy a jövő és a jelen valamilyen módon, jövő és a múlt a jelenben ragyog. Ezért, hogyha valaki nem tud örömet találni a jelenben, akkor életerőt kaphat a múltból, és azt mondhatja másoknak, hogy milyen boldog voltam a múltban. Akkor képes a jelenben élet fenntartani magát ebből az örömből, azaz egy képet ábrázol magának, hogy a múltban vagy a jövőben boldog volt, vagy boldog lesz. Azonban a mértéke annak az örömnek, amelyet a múltban vagy a jövőben talált, az abban a mértékben működik, hogy milyen mértékben ragyog a múlt vagy a jelen, múlt vagy a jövő a jelenben. És ilyen módon ez ugyanúgy jelenik meg a fizikai örömökre, mint a spirituális örömökre. Ahogy azt mi láthatjuk, amikor valaki dolgozik, még hogyha fizikai munkát végez is, annak érdekében, hogy a munka során, ha dolgozik, akkor a munka során kijelenthetjük, hogy boldogtalan, mivel erőfeszítéseket tennie, és valaki csak akkor tudja végezni a munkát, és azért tudja folytatni, mert a jövő az ragyog rá, amikor valaki majd a munkájáért meg fogja kapni a fizetséget, ez az emberre a jelen pillanatban is ragyog, és ezért képes folytatni a munkáját, mert tudja, hogy a fizetséget később meg fogja kapni. Azonban, hogyha valaki képtelen a jutalomnak ezt a képét megragadni, amit a jövőben fog megtörténni, akkor az örömet nem tudja a jövőből venni, azaz nem tudja látni, hogy a jövő megkapja a jutalmát a munkájának. Más szóval, nem tudja élvezni a jutalmat a jelenben, mert nem, akkor csak szenvedést fog érezni a jelenbeli erőfeszítése miatt. Ezért van az, hogy most kell az örömet éreznie most, azt, amit majd a jövőben fog birtokolni. A jövő az átragyog a jelenem, és mihelyt gyakorlatilag a munkán túlkerül az ember, azaz amikor az embernek dolgoznia kell, és megpihenhet, ez is a jövőbeli jutalmat jelenti. És ilyen módon a pihenésnek a jutalma, az a végső soron majd, ami majd végső eléri az embert, az ragyog rajta most a jelenben, más szóval, az a nyereség, amit elér, az megakadályozza, hogy most szenvedjen a világban attól, amit a munkában tennie kell. És ez adja meg az erőt arra, hogy valaki egyáltalán képes legyen most dolgozni. Amikor valaki képtelen ezt a képet önmagának ábrázolni, akkor a kínok és a szenvedések hamarosan elérik, és a csalódottság és a szomorúság, mert ezekben az állapotokban nem is tudja valaki az életét normálisan élni. Ezért mondják a bölcseink, hogy aki legalább egy részét az életének nem tudja a következő világból merítenie, ahol gyakorlatilag a felső gondviselés működik, és ahol a teremtő a világot a jóság alapján irányítja, akkor valóban az embernek hinnie kell abban, hogy ezek az állapotok majd elérik őt, és fölé tud emelkedni ezeknek, és ez jelenti a korrekciót, ami pontosan azt jelenti,
hogy képes a resimókat összegyűjteni a jövőből, ami ebben az állap, ebben a jelen pillanatában megadja azt az erőt, hogy megérti, hogy milyen erőt ad neki majd a jövő. Ezt az állapotot hívjuk ahoráimnak, vagyis a hát állapotának, és ez az, amikor valaki ezen az állapoton túl tud kerülni, ez jelenti azt, hogy a hát-hát állapotában van a teremtővel, és a fény a hát állapotában ragyog felette. És itt van egy törvény, hogy valaki nem élhet egy olyan helyen, ahol nem tud örömet és boldogságot szerezni valamilyen módon. Ilyen módon, amikor valaki képtelen megszerezni a jelenben valamit, annak ennek az, hogy fent tudja tartani a jelen pillanatát, a jövőből vagy a múltból kell megszereznie, más szavakkal. A testnek látnia kell, mert keresi a fenntartását minden egyes pillanatnak, hogy ezt valamilyen módon meg tudja szerezni egy másik pillanatból. Hogy ezért, ha valaki nem ért egyet a fizikai dolgokból való erőszerzéséből, akkor a testnek nincs más lehetősége, mint hogy spirituális dolgokból szerezze a fenntartást, mert nincs más lehetősége. Ezért egyet kell érteni az örömnek és a boldogságnak a megszerzését, hogy ennek a megszerzését az adakozásból kell elnyerni az embernek, mivel lehetetlen a fenntartó erő nélkül léteznie. És ebből következik, hogy amikor valaki megtartja a Tórát és a parancsolatokat legalább lódismálatú állapotában, amikor nem a teremtő nevért csinálja, ami azt jelenti, hogy a jutalmat akar kapni a munkájáért, még azért, mert képes a képet egy jövőben megkapandó jutalommal önmaga előtt tartani, különben nem tudnak semmilyen módon dolgozni, mert valamilyen módon a megszerzési vágya számításokat kell végezzen egy jövőben elnyerendő jutalmon, ahhoz, hogy az ember a jelenben erőfeszítést tudjon tenni. Azonban az embernek mindenből meg kell ragadnia azt a fenntartó erőt, amiből képes egy képet alkotni magának a jövőből, és ezért mondjuk azt, hogy a lolisma az nem szükségszerűen tehát valakinek fenn kell tartania a jövőbeli képét, a jövőből származó képpel, és csak a szükségek fenntartását kapja meg felülről, és nem a luxus cikkeket. Ezért, amikor valaki dolgozni akar, és csak a teremtőre akar dolgozni, akkor semmilyen más vágya nem lehet, mint más dolgok irányába. Azért nem lehet más tanácsot adni neki, hogy csak a felülről érkező, fogadja el a felülről érkező fenntartó erőt, és ez azért van így, mert kizárólag az alapvető szükségletek kielégítésre lehet törekednie, mert ilyen módon csak a szentség fenntartásából kaphat fenntartó erőt. És hogy a bölcseik mondják, hogy mindenki, aki a tömegek szomorúságát magáért veszi, az elnyeri a tömegek komfortját is. A tömegek, azok a szent Sekina ereje, azaz Izrael gyülekezete jelenti, mitán a kollektívát ez jelenti, és Izrael gyülekezete az, amelyik az összes lelket jelenti a Malkut irányítása felett. Ezért gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a szentséget, Izrael feladata, hogy felemelje a szentséget a porból, azaz, hogy nem kell, hogy alacsonyabbra merüljön, azaz az ember ugye nem akar a teremtőért dolgozni, azonban láthatja, hogy ezáltal hatalmas előnyöket adhat magának, és ez lesz a munkához a kezdetekben, az üzemanyag, a hajtóanyag. És az, hogy milyen mértékben okoz ez a teremtőnek örömet, ez nem lehet az a jutalom az elején, ami miatt valaki elkezdhet dolgozni, mivel a testnek gyakorlatilag ez a munka, az kizárólag a pornak az ízét adja meg a munkában. Az ilyen ember, aki a teremtőért így dolgozik, az érzi, hogy a test ellenáll ennek a munkának, és kérnie kell a teremtőtől azt, hogy adja meg az erőt arra, hogy végső soron képes legyen azon dolgozni, hogy felemelje a szentséget a porból. És amikor valaki elnyeri a panim, az arc állapotát, hogy szembe áll a teremtővel, az azt jelenti, hogy eltávozik tőle a teremtő elrejtettsége. Oké, mondja Rav. Akkor néhány kérdés, és utána workshopolunk, mondja Rav. Az embernek hinnie kell, hogy ez az állapot, amiről beszélünk, az azért érkezik hozzá,
hogy elvigye őt a kollekcióhoz, azaz, az ezek az állapotokról resimókat kap. Mit jelent az, hogy megkapom a resimót ezekből az állapotokból? Mit jelent ez pontosan? Milyen resimóra gondolsz? Milyen resimóra gondolsz, nagyra? Hát ami az állandóságnak a resimója. Állandóság? Nem értem, Ravnak az arcán látszik, hogy a kérdés nem érti. Én nem értem, hogy mit jelent az, hogy állandó resimó. Ebben az állapotban resimók emelkednek csak föl, de mit jelent azok, hogy a resimókat kapunk ezekből az állapotokból, a jövőből, vagy a múltból, nyilvánvaló erre gondolt is lehet. Minden egyes pillanatban resimók emelkednek föl bennünk. Ezek a resimók, ezeket mi érezzük a helyzetnek megfelelően, azban az állapotban, amiben éppen benne vagyunk. Tehát vannak resimók, amelyek a múltból származnak, és vannak resimók, amelyek a jövőből. És az az állapot, most, amelyikben a jelenben nyilvánul, meg a resimókból származik. Tehát az összes ilyenfajta resimó, amiről tanulunk, ugye ez van a körülelő fény, a belső fény és a tanta, vagyis a kiürülés fényei, amely a támim, nekudot, ezek fények, és a tágin és az otiot pedig a resimója a fényeknek, tehát a belépő fényeknek és a kilépő fényeknek. Tehát a múltban, ugye, hogy milyen fények léteztek az edényben, ezek resimók formájában jelennek meg. És a kérdés akkor abban nyilvánul meg, hogy hogyan lehetséges ez egyáltalán, hogyha mi felülről lefele beszélünk erről, tehát mit látunk a parcukban most, ugye a jelen pillanatban nyilván ezeknek az állapotoknak az emlékét. Tehát hogyan tudjuk ezt fenntartani, a pillanatnyi állapotot? Tehát a múltban és a jövőben, hogy fog ez feltűnni a mi számunkra? Nyilván ez ilyen módon jelenik meg. És a pillanatnyi állapot az nem csak hogy a resimókon keresztül nyilvánul meg, hanem az erőfeszítéseken keresztül érezhetjük, hogy az értelem feletti hittel jelenhet ez meg. Tehát, hogyha mi elhisszük, és a teremtőhöz akarunk tapadni, hogyan élhetjük el mi a felső szintet, nem az edényen, és nem az edények kiteresztésével, hanem nyilvánvalóan a csoporttal egyetemben dolgozni kell a tömegek hiányán, és annak az intenzitásával fogjuk a magasabb szinten elérni ezeket az edényeket. Ezért a munka mindig az edényekkel történik, és így jelenik meg a hiány. A tömegek hiánya, és ez az, ami a csoport közepére kell vinnünk, és így kell föltárnunk a tömegek hiányára vonatkozó elvárását a teremtőnek, azaz nekünk így kell kielégíteni ezt. Tehát nyilván ez az összetapadásnak a hiánya, ami azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy örömet okozunk a teremtőnek, annak érdekében kell ezt végrehajtanunk, azaz ez teljes egészében az edényekben fejeződik ki. Tehát ez, amit mi felfedezünk, ez a tanta, mert nincs olyan dolog, hogy fény egyébként, ezt tudjuk, tehát amit mi fénynek nevezünk, az egy egyedi állapot, egy egyedi érzékelési szint, ami egy különleges viszony különböző állapotai között az edénynek, és ezt hívjuk fénynek. Mi nem tudjuk, mi a fény különben, csak azt tudjuk, hogy én milyen fajta benyomást kapok, egyfajta benyomást kapok az egész folyamatból. Egy ismeretlen forrásból,
ami ismeretlen tényleg a számomra, és ilyen módon az edényben valami fajta cselekedet nyilvánul meg, valami fajta érzéki különbözet nyilvánul meg a számomra, és ezért mondjuk, hogy én a kitöltést a forrásnak megfelelően ilyen módon érzékelem, tehát ez a teljes munkánk a kezdetektől a végéig az abban nyilvánul meg, hogy a korrekció végén ugye még ismeretlen a számomra, hogy a korrekció végén mi fog történni, és hogy milyen módon fogom én kapcsolatot teremteni a teremtő és a teremtmény között, azonban most az összes érzékszervünkkel az kizárólag csak az edényre tudunk koncentrálni, tehát minden felkészülés arra irányul, hogy az edényben való érzékelést kiterjesztjük, mert a fény az állandóan nyugalomban van, tehát az edény az, ami eltörik, az oszlik föl darabokra, az emelkedik, az süllyed az érzékelésében, abban történik minden változás. Tehát, ahogy egy... mintha valamit betennék a mosógépbe, és ott menne át mindenféle változásokon, így a vágy az összetörik, darabokra törik, aztán megtisztul, és ez mind annak érdekében történik, hogy ez a vágy, az elkezdje összerakni az adakozónak, a felső kibocsájtónak a képét a saját edényében, a saját minőségében. Ezért a jelen, a múlt és a jövő, a rossz, a jó, mindezek a dolgok, amikkel mi szembe kell, hogy nézzük, ezeket mind a mi az edények közötti kapcsolatok kell, hogy vonatkoztassuk, mert semmi több nem már a rendelkezésünkre, mint az edényekben lévő érzékelések, és amikor mi, ugyanúgy a mi világunkban, ugye ugyanerről van itt szó, tehát mi az életnek egy bizonyos fajta aspektusáról beszélünk, akkor ez az élet végső soron, amiről beszélünk, az az edényben zajlik. És ez az egyik és a másik edény közötti különbségben nyilvánul meg. Tehát van egy edény, és nyilván egy másik edény egy másik állapotban, és a két állapot közötti különbség, és a két állapot közötti különbséget érezzük mi a Naranhány fényei különbségének, és mindenféle jelenséget jelent ez meg. Jelenít ez meg a mi számunkra. Tehát van egyszer egy vágy, amely más vágyak irányában érez egy fajta összehasonlítási folyamatot, és a két vágyállapot közötti különbséggel, tehát hogy milyen az egyik állapot és a másik állapot közötti különbség mekkora, ez a mi érzésünkben, a mi érzetünkben kitöltést ad, vagy pedig kitöltési hiányt. És ezt az ember mindenféle módon el tudja képzelni. Tehát az összes életerő az kizárólag annak érdekében történik, hogy az edény élesztesse ezt. És bármilyen edény, ami annak érdekében, hogy érezze ezt az edény, az kizárólag akkor lehetséges, hogyha közelebb kerül ez az edény az őt körülölelő edényekhez, amely tulajdonképpen a részei az ember edényeinek, és ilyen módon az a belső sürgetés, ami megjelenik az emberben, az kizárólag akkor lehetséges, hogyha tudjuk, hogy milyen kicsi benyomásokat tudunk felfedezni, csak nagyon kicsi eltéréseket tudunk felfedezni önmagunkon belül, és ezért kell elnyelni más vágyakat, tehát ami a közel van hozzánk, az az összes edényem, vagy összes vágyam fölé kéne emelkednem ahhoz, hogy azoknak az érzéki benyomásnak a mélységét érezzem, ami más külső edényeknek tekintető edényekhez képest van bennem, vagyis a tömegek edényeihez képest, és ezért egy sokkal nagyobb hiányt érezhessek,
Mert az irányultság arra, hogy mindenki hogy az örömre törekszik, ezért az idegen vágyak, ezek rendkívül fontosak a mi számunkra, mert az, hogy mi megpróbáljuk az edényeket összekapcsolni és kitölteni, ez fog ebben az idegen edényekben felfedezendő hiány, ez a mi számunkra nagyon fontos, mert az én edényemhez tudom ezt kapcsolni, és itt tudok arra törekedni, hogy adakozóan váljak, mert ezeket a hiányokat akarjam kitölteni. Ezért minden különbség a Malkut és a Bina között az gyakorlatilag a 22 betűben nyilvánul meg, az otiót a betűkben, nem a fényben. Azaz, hogyha mi a Bináról beszélünk, akkor mind a 22 betűről beszélünk, beleértve a Mancipakt is, amely a Binának a szintje. És hogyha mi a Malkutról beszélünk, akkor gyakorlatilag az edények hiányáról beszélünk, azaz a betűk hiányáról, amelyek az elérésre vonatkoznak, amely a betűkben nyilvánul meg, a Bina és a Malkut közötti különbségben. És az, hogy milyen benyomásokat tudunk szerezni az edényben, a betűknek megfelelően. Ezért nekünk figyelmet kell fordítanunk arra, hogy vizsgálatokat tudjunk végezni, azaz az idegen hiány, az idegen vágyakon belül tudjunk vizsgálatokat végezni, és ezeken keresztül készen álljunk arra, hogy ezeket a vizsgálatok során fellépő különbségeket majd fénnyel töltsük ki. Boris Berlinből kérdezi, miért fontos az embernek az, hogy meg tudja vizsgálni azt, hogy honnan tudja az életerőt szerezni a munkához. Miért fontos ez az ember számára? Rav, hogy miért fontos ez a mi számunkra, hogy érezzük a szentségnek az életerejét, a forrást, hogy ezt megvizsgáljuk. Hát azt mondom, még konkrétabban kell megragadnunk, hogy érezzük. Ez jelenti ez, amit kérdez a barátunk. Tehát, hogyha csak az edényben történhet érzékelés, tehát abban jelenik meg az én gondolatom és az értelmem, és így tudok érzéseket megvizsgálni. Tehát mindenekelőtt nekem arra van szükségem, hogy egy bizonyos fajta jelenséget megragadjak a hiányomon belül, a vágyamon belül, és így az edényeimben meg tudjam vizsgálni, hogy mi történik. Különben honnan tudhatnám, hogyan ismerhetnék bármit ezzel a jelenséggel kapcsolatosan, és később ennek az állapotnak megfelelően, ami a vizsgálatokhoz kell, és a helyzet vizsgálatnak megfelelően kezdem el egyre jobban megérteni, hogy ez a jelenség pontosan hogyan is működik. Ezért minden az érzésből kezdődik. Ha nincs érzés valamivel kapcsolatosan, ami azt jelenti, hogy a szervezetemben, a szerveimben nem érzek valamilyen fajta érzékelést, akkor nem beszéltünk elérésről, semmilyen lehetséges elérésről. Mert végső soron az, amit mi elérünk, azt az érzéseinkben érjük el. Scott Angliából kérdezi, mit jelent az, hogy mi csak a saját minimális létszükségünknek megfelelő kitöltés szabad hogy kérjük. Az igazság az mondja Rav, hogy hogyha az ember az adakozásról gondoskodik, mások felé való adakozásról, akkor akkor még arról sem kell aggódnia, hogy magának a minimális kielégülése az megtörténik-e, mert a saját edényei kitölti a fény ebben az egyedi állapotban. Tehát önmagát kell megvizsgálnia, és annak érdekében, hogy ezt a vizsgálatot végre tudja hajtani, ugye ez ahhoz tudnia kell, hogy mi az a szint, ami a létszükségletek kielégülésére irányul. És itt kell látni az embernek, hogy ezek a létszükségletek,
ezek az adakozási edényekben történnek meg, és ezt nevezzük úgy, hogy a teremtőért végzett munka. Hogy is fejezzem ezt ki, mondjára? Tehát... amikor mi a bína szintjeiről tanulunk, akkor nyilván az ember nem beszél a szükségleteiről, mert ez egy természetes módon fogja őt elérni. Nem kell erről gondoskodni és aggódnia, mert a bínának a szintje, az a kegyelmi fény szintje, a Katnut állapotát adja az edényekre. Ugye az Ibor és a Janika állapotában vagyunk. Tehát ilyenkor egy magasabb szintű állapotba kell akar átlépni a megszerzési vágy, annak érdekében, hogy ezt meg tudja tenni, azaz, hogy azért szerezzem meg, hogy adakozzon, ez azt jelenti, hogy az edénynek ilyen értelemben egy különleges imát kell lenne felemelnie, de önmaga számára el se kell felemelnie, mert az alapvető szükségletek, a saját maga alapvető szükségletei, azok látszólag automatikusan elérik őt, hiszen annak érdekében fog létezni, hogy el tudja végezni a munkát az adakozás érdekében, azaz, hogy szolgálja a tömegeket, ezért önmaga számára nem kell kérnie külön a létszükségletek fenntartását. Tehát nyilvánvalóan az erőfeszítéseink keresztül, a saját erőfeszítésem az adakozásra irányulnak, ez maga imának fog minősülni, és ez részévé válik annak a munkának, amit végez. Akkor mondjuk ezt így mondja rá. Tehát a főpapok, azok egy különleges beöltözésben részesülnek, tehát annak érdekében, hogy a tömegeket tudják szolgálni. Önmaguk számára egy különleges fény beöltözését érik el, ami azt jelenti, hogy amikor maguknak az erőfeszítéseken kérik, tehát az erőfeszítések által kérik a saját maguknak a létszükséglet kielégítését, ez a saját munkájuknak egy részeként automatikusan történik meg, mert nyilvánvalóan ezt mind azért kérik, hogy túl tudják lépni önmagukon. És most menjünk át a workshopra, mondjára, mert különben nagyon belebonyolódunk ebbe a dologba, és különben nem ébredünk föl, mondja rá. Akkor most a workshop jön.